Ugye ma egy közkívánatra egy teljesen hagyományos, mondhatni retro magyaros ételünk van, zöldborsó főzelék. Én tegnap kifejtettem este, ez 2 kiló héjas borsó volt, ebből pontosan 1 kiló 10 deka tisztított borsó lett, ami egyébként zseniálisan finom és nagyon kellemes ízű. Tehát úgy érdemes kalkulálni, ha önök vásárolnak a piacon, hogy nagyjából fele a héj, ami kvázi veszteség, és fele lesz maga a zöld borsó. Ezt a zöld borsót én már bele is teszem egy lábasba. Így. És öntök rá, egész pontosan ki fogom mérni, ugye, hogy a receptünk teljesen precíz legyen, öntök rá 5 deci vizet. 1, 2, 3, 4 és 5. Jó. Ezzel az 5 deci vízzel, ami nem feltétlen baj, hogy nem lepi el teljesen, fölteszem főni. Teszek hozzá, kezdésnek teszek hozzá egy, hát én azt mondom, hogy kezdjünk egy csapott kiskanálsóval, aztán majd meglátjuk. Mást még nem is dobok rá, lefedem, és a saját tulajdonképpen gőzében, ebben a pici vízben kezdem puhítani. Persze megtehetem azt is, hogy annyi vizet öntök rá, amennyi bőségesen ellepi. Ó, teljesen jó. De én azt szeretném, hogyha ez ugye nem egy ilyen vizes főzelék lenne, hanem azért inkább a tej adná majd meg azt a szaftot tulajdonképpen, ami körülötte van, inkább mártást. Jó, ez el is indulhat. 12-ből nyugodtan dobjuk föl. 12-esen, hogy hagy forjon föl, és aztán utána visszaveszünk belőle. Tehát, akkor ő volt a friss borsó. Itt még annyi kiegészítést tennék, hogy mi készítettünk annak idején olyanokat, hogy a zöldborsónak a héját, ami nem összetévesztendő azzal a zöldborsóval, ami ugye kvázi ez a kis zsenge zöldborsó hüvely, amit külön köretként használunk, és ott a hüvely van öltéve, ott az egy két külön növénykéről beszélünk. Tehát az egy másik dolog. Itt az zöldborsó héjat, ami kvázi megy a szemétbe, azt mi egyszer-kétszer föltettük alaplének. Tehát főztünk belőle, vízzel fölöntöttük, főztük egy ideig, és akkor azzal a zöldborsó lével, kvázi lehet így fogalmazni, azzal engedtük föl akár a főzeléket, akár a zöldborsó levest, és teljesen jól üzemelt minden. Tehát adott egy kis plusz ízt, de ez inkább csak egy ilyen érdekességképpen mondtam el, illetve szeretnék elmondani még egyet. Ugye ez egy teljesen általános dolog, ahogy most ez a zöldborsó főzelék készülni fog. Főztem úgy, volt olyan hely, ahol arra volt igény, vagy úgy szokták meg, hogy apróra vágott vörös hagymát pirítottam olajon, vagy zsíron, már nem is emlékszem, vízzel fölöntöttem, és főztem egy fél órát, és ez volt a zöldborsó főzeléknek kvázi az alapja, tehát nem csak vízzel lett főzve, hanem került alá ugye megfonyasztott hagyma is. Tehát volt, akinél ez volt éppen a kérés. Nézzük ezt a zöldborsó főzeléket, ugye azt mondjuk, hogy van benne 5 deci víz, fogok még hozzátenni mondjuk 5 deci tejet, és 1 liter folyadékot nekem olyan, hát olyan 5-6 deka liszt sűrít be, ami két pupozott evőkanálnak felel meg. Én azt javaslom, hogy készítsünk is el egy habarást együtt. Továbbra is ahhoz, hogy precízek legyünk, mindenki lesz mérve. Tehát 2 deci tej, így, és majd akkor még 3 decit ugye öntünk a zöld borsóra. Megtehetjük azt is, miután zsenge borsóról van szó. Tehát készítettük úgy, hogy vajon elkezdtük megforrósítani a zöld borsót. Fölöntöttük egy kis vízzel, a saját levében puhult meg. Amikor puha volt, hagytuk, hogy elfőjön róla a folyadék, liszttel megszórtuk, és tejjel fölöntöttük. Ez is egy klasszikus készítési módja a zöldborsó főzelének. Persze ez nagy tételben nem üzemel.
Tehát nagy tételben mindenhol habarásra sürikelek, majd két pupkozott evőkanál liszt. Így. Ezt a lisztet a tejben teljesen simára keverem. És utána, hogyha a zöld borsó megpuhult, de ennek a friss zsenge borsónak egyébként nem kell sok, ez maximum 10 perc, akkor mindjárt megbeszéljük, hogy ez a habarás hogy is kerüljön a főzelékbe, mert tehát lehet ezt is jól csinálni, meg rosszul csinálni. Hogyha az étel forr, és szűrőn keresztül adom hozzá lassú sugárban például a habarást, akkor nagy az esély, hogy ki fog csapódni, még akkor is, hogyha átszűrtem. Jó. Jó. Nagyon finom ez a zsenge borsó, de még egy kicsit kemény. Viszont, ugye, miután elkezdett puhulni, szerintem tegyük hozzá a többi tejet arról, akkor legalább le van a gond. Tehát abban maradtunk, ugye, hogy 5 deci víz, 5 deci tej, 2 deciből készült a habarás, akkor tegyünk még rá nyugodtan 3 deci tejet. És akkor a zöld borsó főhet. Közben lehet látni ezzel a tejjel, már gyakorlatilag megvan az a folyadék mennyiség, ami kell nekünk. Úgyhogy akkor ebben hagyjuk puhulni. Az összes tejet azért nem szoktam rátenni, illetve azért szoktam vízben főni, mert ugye ha rajta van a tej, akkor könnyebben kifut a borsó. Jó. Ennek még egy pici fővés kell, úgyhogy kis rést hagyva letakarom. Viszont, hogy haladjunk, főzzük meg a konzervborsót. És itt mutatnék egy olyat, ugye akkor most jön az a technológia, ami a abszolút a háziasszonyi technológia, bár étteremben is üzemel, ha nem főzünk ilyen brutál nagy mennyiséget. A lényeg az, hogy teljesen mindegy, hogy nekem friss borsom van megfőzve, vagy fagyasztott borsom van megfőzve, vagy konzerv borsom van, mert hogy elkészítem hozzá kvázi azt a mártást, amiben a zöld borsó úszik. Ehhez egy lábasba teszek 5 deka, vagy nézzük csak, hogy állunk mennyiségekkel. Ugye egy ilyen borsó, ez 50 deka, súly, pontosan fele annyi, mint ugye a friss volt, akkor nem is kell 5 deka, egy olyan 3 deka vajat fölteszünk, 3 deka vajat fölteszünk egy lábasban olvadni. Ehhez a vajhoz egy, ugye ha az előbb 2 evőkanál lisztet használtam, az 1 kiló borsóhoz, akkor itt értelemszerűen egy pupozott evőkanálnyit fogok, de ez a vaj, ez hamar megég nekem, ezért le is veszem 7-esre, hogy nehogy úgy járjak, és akkor nézzük a lisztünket, tehát egy pupozott evőkanál liszt. Jó. Ez már bele is ment. Elkevergetem. És ha az előbb 1 liter az összesített levünk, ugye? Akkor itt most 5 decinek kell lenni az összfolyadékomnak. Most tiszta ilyen matek órát tartunk. És ennek ugye egy része úgy jön össze, hogy beleöntöm a konzervlevét, és kiegészítem tejjel. Van nekem egy szűrőm. Aha, megvan. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen világos rántás, amit nem kell, tehát nem is szabad megpirítani, hisz akkor már nem világos rántásról beszélünk. És erre szűrjük rá a konzervnek a levét. Első körben. És ezt már kezdhetjük is, de akár habverőre is válthatunk. Elkezdjük sűrűre főzni. Miután elhasználtuk a zöldborsónak a levét,
praktikus, hogyha nem tejjel öntjük föl tovább ezt a változatot, bár kétségtelen lehet azzal is, de tejszínnel egy fokkal gazdagabb lesz. Tejszínnel egy picit zsírosabb, dúsabb lesz. De még egyszer mondom, tehát bárki használhat tejet, attól függ, mihez van kedve. Nézzük csak. Tehát, ez most itt akkor, hogy bebizonyítsam, hogy mind a kettőt lehet használni, legyen benne 1 deci tej, így, és legyen benne 1 deci tejszín. Úgy. És ezzel gyakorlatilag megvan, illetve meg lesz mindjárt a zöldborsó főzelékemnek az alapja, a konzerv zöldborsoménak. Jöjjenek az ízesítők. Tegyünk bele egy pici sót. Szerintem kezdjünk fél kis kanálnyival, aztán majd meglátjuk, hiszen utána még lehet sózni, de elvenni már nem tudunk belőle. Tegyünk bele ehhez a mennyiséghez egy csapott tevőkanál cukrot. Tegyünk bele egy csipetnyi borsot. Így. És mindenképpen vágjunk bele petrezselymet. Ugye én most háromféleképpen szeretném majd elkészíteni a zöld borsót, ezért 3 köteg petrezselymet hoztam, az elsőt már bele is aprítom ebbe. Ugye ha az ember külön készíti el a mártást, ez konzervnél kötelező, hiszen a konzervet már nem szabad főzni, mert hogy atomokra fog hullani. Tehát ha valaki külön készíti el a mártást, gyakorlatilag ha véletlen csomós lenne neki, azt ő még átszűrheti, persze a petrezselyem után, illetve előtt, és gyakorlatilag még szöszöghet vele egész addig, amíg nem tökéletes, és akkor belezuttyantja a kész főtt borsot, és viszontlátásra. Ez a technika teljesen jól üzemel, nem konzerv esetén is, tehát ezt a frisset ugyanígy megfőzhetem, illetve a fagyasztottat. Jó. Jó, lehet látni, nagyjából egy 2 perc forralással ez tökéletes állagú lesz. Beledobom ezt a kis petrezselymemet. Konzerv zöldborsóból ez szerintem így, ahogy van, tökéletes. Egyetlen percig forraljuk. Gyakorlatilag le is lehet zárni. Ez úgy is kell ide a habaráshoz. Mi jár csak, hogy megforrósítom a zöldborsót ebben a mártásában, és kész. Még annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy a cukor mennyisége opcionális. Tehát ahhoz vagyunk szokva, ugye itt az előbb, ahogy beszélgettük, hogy bizony mi a zöldborsó főzeléket édesen szeretjük, és mindenképpen cukrozzuk. Ennek a mértéke változhat ki, hogy szereti. Jó? Ezen már csak egyet forralunk. Teljesen jó. Maximum egy pici sót teszek még hozzá. Lehet látni, a szemek teljesen összeestek. Ez a zöldborsó, ez készen van. Következésképp mindjárt behabarjuk. Ebben ugye volt akkor a 2 deci tej és a 2 pupozott evőkanál liszt. Otthon házi használatnál, ugye ez nagy üzemben nem így üzemel. Lehúzzuk a tűzről az ételt. Nagy üzemben tegyük azt, hogy ugye ez a hőkiegyenlítéssel tudjuk valamelyest ellensúlyozni a dolgokat. Nevezetesen a borsó levéből öntünk a habaráshoz. Így. Érdekes egyébként azt látni, hogy ugye rajta volt 5 deci folyadék, nem, 5 deci víz volt rajta, meg 3 deci tej, és hogy mennyire elfőtte. Jó. Ezt így 1:1 hozzáöntjük az ételhez, és mehet vissza a tűzre. Így egyszerre hűtöttük le, és roppant kicsi az esély annak, hogy ezek után ő összekapjon, vagy összeugorjon.
lehet látni, gyönyörűen elkezdett sűrűsödni, és én azt javaslom, hogy a hiányzó folyadékot, azt pótoljuk tejszínnel, ugye ez be volt kalkulálva. Tehát vagy tejjel, vagy tejszínnel, de a tejszín az egy fokkal jobb, zsírosabb. Tehát benne van most 2 deci tejszín még. És ilyenkor lehet látni, hogy az a folyadék, ami elfőtt róla, az mennyire hiányzik a végéről. Tehát tegyünk még hozzá 2 deci tejet. 1, 2. És ezzel szerintem tökéletes lesz az állaga. És ott tartottam, hogy cukor. Még nem került bele cukor. Ehhez a mennyiséghez 2 csapot evőkanálnit egész bátran bele lehet tenni. Tegyünk hozzá egy fél kis kanál sót, aztán meglátjuk, hiszen sót már tettünk bele. Tegyünk bele egy pici borsot. Ez egy olyan, szokásos fél mokkás kanál. És akkor nézzük tovább. Lehet látni, ugye az a folyadék, amit elfőtt, az egy olyan 3 deci volt, 3,5, abból már 2-t visszaadtunk, most jöjjön még hozzá. Tehát ehhez a mennyiséghez a kész főzelék esetében legalább 1 liternyi folyadék az, ami szükséges. Ebbe akkor jöjjön mondjuk a fele petrezselymünk, így. Eltekintve, hogy meleg, már teljesen rendben van. Nézzük azt a zöldborsót, amink még hátra van. Nekem itt egy zacskó fagyasztott zöldborsó. Hát ebben van 1 zacskó fagyasztott zöldborsó. Én erre öntök, és én most rizs tejet fogok használni. Tehát ugye arról beszélgettünk, hogy kéne egy mindenmentes változat. Nézzük, 1, 2. Én ráöntök 3 deci rizs tejet, erre a 40 dek a fagyasztott zöldborsóra, és fölteszem forni. Ami fontos, hogy a rizs tej az kellően édes. Tehát ha szerencsénk van, de ezt a végén én is csak kóstolásnál fogom majd tudni eldönteni, ha szerencsénk van, cukor sem kell majd az ételhez. Viszont rizslisztel fogjuk sűrni. Tehát ugye rizstej, rizsliszt, ez a 2 van benne, és ettől ez a zöldborsó főzelék garantáltan glutén és tejmentes, tehát laktózmentes. Teszek hozzá 1 fél kis kanál sót. Igen. Teszek hozzá, itt most tényleg csak 1 csipetnyi zöldborsót, fekete borsót, őrölt borsót, így. És amíg ő kell, mert itt nekem fölfor, elkészítek 1 habarást. Ehhez a mennyiséghez kalkuláljunk 1 ilyen evőkanálnyi rizslisztel, és ehhez teszek még 1 deci rizstejet, csak hogy teljesen precízen ki legyen mérve minden. Így. Külön szerencse, hogy az a fajta borsunk van, ugye amilyen vapor zöld borsó, tehát ez garantáltan pillanatok alatt készen van. Mármint úgy értem, hogy pillanatok alatt megpuhul. És őszintén kíváncsi vagyok, hogy ez hogy sikerül. Tehát megpróbáltuk már többféleképpen megreformálni a zöldborsó főzeléket, mert ugye ez a mindenmentes étkezés, ez ma divatos is, van, akinél egyszerűen elkerülhetetlen az egészségi állapot, amiatt hisz annyira allergiás egy csomó mindenre. És akkor ugye adja magát, hogy akkor zöldborsó egy részét turmixoljuk. Aztán belefőzünk 1 egész krumplit, kivesszük a zöldborsó egy bizonyos részével, pluszlével, turmixoljuk úgy vissza. De ez a fajta készítési mód nekem sokkal jobban hajaz arra, hogy zöldborsó pürét készítünk.
Az zöld borsó főzelék számomra azt jelenti, hogy fehérváltás, benne úszik a zöld borsó. És ezt ezzel a rizs, lisztes, rizs teljes megoldással tudom a legjobban produkálni. Megkóstolnék ebben is egy zöld borsót, de ennek garantáltan tényleg nem kell sok. Ez ennyi. És szokásos tematikával tűzről leveszem, sőt ehhez miután kicsi és nem akarom összetörni a borsót, egy fakanalat szerzek. Egyetlen egy határozott mozdulattal hozzáöntöm ezt a rizslisztes habarást, rizsteljes rizslisztes habarást, így. És visszateszem a tűzre. Jó. Tulajdonképpen ez a rizsliszt be fogja nekem sűríteni, és 2-3 percet kell forralni ezt az egészet azért, hogy a rizs, tehát ne maradjon liszt ízű. Tehát ugyanúgy, mint a másik liszteknél, egyszerűen el kell főzni belőle azt a liszt ízt, ez 2-3 perc forralás, és akkor készen lesz maga az étel. Ezzel már kóstoltam, nézzünk egy olyat, hogy maga az alapíz milyen. Meglepően jó. Meglepően édes. Tehát ez, hogy rizs tejben főztük, hát közben Lehel megerősít, azt mondja, hogy a betegeknek ők is rizs-rizsztel készítik el. Ugye hát nyilván itt a gluténmentes diétában kell így eljárni. Azt néztem, hogy még egy pici rizslisztet ez el fog venni, de akkor azt a receptet majd precízít, tehát amikor megírom, akkor már az ott precíz lesz. Akkor még vegyünk egy fél evőkanálnyit. Ugye a rizsliszt hajlamos arra, hogy nagyon kajakra sűrítsen, nagyon durván sűrítsen, és ezt akartam elkerülni, úgyhogy inkább kétszerre sűrítek vele. És akkor mi most csak annyival léptünk előrébb ugye a Lehel által írt változathoz képest is, hogy nem csak hogy lisztmentes az étel, hanem gyakorlatilag tejmentes és cukormentes. És akkor így tulajdonképpen egy mindenmentes receptnek ő megfelel. Jó. Jó. Ezt már csak hagyni kell 2 percig forni. Biztos, ami biztos, még egy úcsó kóstolást azért megteszek magamnak. Jó. Teljesen, ha valaki elé most ezt odaadnánk úgy, hogy zöldborsó főzelék, azt mondaná, hogy tegyünk bele egy pici sót, de azon kívül semmit nem venne észre abból, a petrezselymet, semmit nem venne észre abból, hogy ebben nincs se állati tej termék, se pedig hagyományos liszt, semmit nem venne észre. Tökéletes.